zenei képzés nem csupán egy tantárgy a Teobent Líceumban, hiszen például minden új hét a Teobent himnuszának éneklésével kezdődik. Учні починають тиждень із ангелом Тео. A diákok Teo angyallal kezdik a hetet, róla énekelnek. Ő az, aki láthatatlanul ott van velük, és jó cselekedetre inspirálja őket. Надихає на добрі справи. Добре у школі вчитися. Jó itt tanulni. Jó a tanároknak és a gyerekeknek. A Teo Band pedig mindenkit iskolába hív. Всіх дітей в школу. Коли ви виконуєте цей гімн? Mikor éneklitek a himnuszt? Minden hétfőn. Melyik ének a kedvenced? Dobre Jan. Teo a jó angyal. Miről szól? Dobre Jan, hol Teo? Jó angyalként Teo összegyűjti a gyerekeket, akik szeretnek iskolába járni. A Teo angyal körberepülte a vidéket és iskolába hívta a gyerekeket, majd letörölte a homlokáról az izzadságot. A hetet a görögkatolikus székesegyházban zárjuk énekléssel, mondhatni egész héten énekelünk. A foglalkozások témáját a pedagógus választja ki. Az oktatás az új ukrán iskola módszertanának megfelelően zajlik, viszont a pedagógus saját belátása szerint is a tanulók zenei fejlődése érdekében maga választhat témát vagy dalokat. Mivel keresztény iskola vagyunk, a hangsúlyt a keresztény ének tanulására és a tanulók keresztény kultúrára való nevelésére helyezzük. Az ebédhez is zenei kíséret jár. Légiriadó idején a foglalkozásokat az óvóhelyen tartják meg, az esetleges belső szorongásokat pedig Isten keresésével ellensúlyozzák. A gyerekek énekfoglalkozásra is járnak, ahol fejleszthetik zenei képességeiket. Ez egyszerre beéneklés és az énekhang formálása is, mivel ebben a korban a gyerekek nagyon hangosak, ezért kissé vissza kell őket fogni, ezen kívül nagy hangsúlyt fektetünk a templomi éneklésre is. A zenei képzés menete integrált és váltakozik a művészeti képzéssel. Egy téma körül hetente váltakozva folyik a művészeti és a zenei képzés. Amit a tanulók felfedeznek maguknak a képzőművészetben, azt a zenei héten tovább tanulják. A Teo Sound foglalkozásai hetente kétszer, kedden is pénteken zajlanak. A gyerekek nem csak zenei képességüket fejlesztik, hanem a hit és a jóság szellemében nevelkednek. Ez ugyanis a mottója az ungvári görögkatolikus székesegyház által működtetett Teo Band Líceumnak.